Sziasztok! Folytatnom kell a kék feladatozást, mert képzeljétek el, mivel 200 XP-t kapunk a feladatokért, ezért ma meg lesz a 24-es szint. Igen, tudom, a többiektől igen, csak el vagyok maradva, de ugye ez inaktívságomnak is köszönhető. Hurutka még mindig itt van velünk, de nem baj. Már lassan kihűzöm magamból. Na, akkor lássuk. Avalonnak először is szedjük össze a könyveket, ahhoz, hogy fordítgatni tudjunk. És akkor közben gyorsan elmondom, hogy én hatalmas nagy tévedésbe voltam, mert azt hittem, hogy tudom tegnap folytatni a főküldetést, de hát nagyon úgy tűnik, hogy nem tudom, sajnálatos módon. Úgyhogy abban reménykedem, hogyha most megcsinálom ezeket a feladatokat, akkor van rá egy szemernyi esély, hogy ma azt még fel tudom venni nektek. Ha nem, akkor pedig majd kis csúszással, de meg lesz. Mert hogy a hírneves cuccokat nem vettem figyelembe. Ha jól látom, akkor ott csillog. Szóval igen, ezt így becumiztam, pedig azt hittem egyébként, hogy mivel, hogy tegnap megcsináltam a feladatokat, ezért gondoltam, hogy meg lesz. De hát nagyon úgy tűnik, hogy sajnálatos módon nem. Úgyhogy még gyűjtögetnem kell egy keveset. Itt van valahol még egy. Ja, nem, le kell menni. Egyébként megkavar engem mindig ezzel a sárga karikával, igazából csak ront a helyzeten. Úgyhogy nem is szoktam nézni már a térképet, mert abból jó nem származik. Arra már rájöttem, hogy ami utoljára kijön embléma, az fog... Vagy na, tehát úgy villognak ezek a kék valamik, ahogy egymás után jönnek ki ezek a cuccok. Szóval, ha más nem, legalább ennyit megtanultam, így van egy rendszere az egésznek. Na, Avalon, meg vagyok! Itt vagyok! Jorvika Gigantika. Oké. Jó. Hát, amúgy kell majd még XP, de hát nagyon remélem, hogy meg lesz. És most próbálok egyébként valami rendszert kitalálni neki, hogy milyen sorrendben lenne érdemes haladnom a feladatokkal, hogy minél könnyebben meglegyen, mert tudjátok, hogy az egyszerű megoldások híve vagyok. És valami olyasmit találtam ki, most nem is tudom így hirtelen, hogy merre tudok lemenni. De most erre indulok. Na, már vinnyog a lovam. Van egy új közös pillanatunk, ahogy elnézem. És micsoda új emberek vannak itt. Nem, szóval azt találtam ki, hogy Avalonnal kezdek, mert végül is vele így viszonylag az elején találkozom. Bár amúgy tegnap ugye lent volt itt a nagy teremben, nem is ott fönt, de mindegy, mégis föl kellett rohangálnom az ebenetre. Igen, és akkor frippel kell majd. De amúgy én nem, miért nem tudom megnézni, hogy mennyi hírnévpont kell, még ez tök idegesítő. Most meg kéne találnom a levezető utat. Tehát, hogyha Avalonnál elkezdem ezeket a feladatokat, akkor utána szerintem egyébként úgy a legegyszerűbb, mivel így is úgy is vissza kell jönni. Mármint nekem most vissza kell jönnöm. Egyébként sokkal jobban megéri sorjába haladni, hogy Avalon, Evergrey, és akkor utána a vala a boszorkány. De most mivel nekem vissza kell jönnöm, ezért nem teszem meg azt az utat kétszer, tehát felveszem a feladatokat Evergrey-től, menet közben, amit tudok, megcsinálok. Elmegyek az ördögszorosba, ott is megcsinálom a feladatot, és akkor visszajövök. Majd ide, és befejezem Evergrey-jel, amit elkezdtem. Oké. És akkor van egy XP-nk. Na. Egyébként feltűnt először ez a kis rózsaszín valami, és nem is tudtam eldönteni, hogy mi a fene lehet. Aztán akkor így ezzel a feladattal rájöttem, hogy hát mi is a helyzet ezzel.
Egyébként, hogyha már itt tartunk, akkor szeretnélek titeket meginterjúvolni, hogy mi a véleményetek a frissítésről, és főképp azoktól kérdezem, akik meg is csinálták, nem úgy, mint én, mert hát nyilván azt hittem, hogy nekem is lehet. De hát nagyon úgy tűnik, hogy sajnálatos módon nem lehet, szóval ezt még nekem így le kell rendeznem. Tiszta kísérteties ez a hely, de imádom. Imádom. Szóval mindenképpen írjátok le a véleményeteket, hogy nektek hogy tetszett a frissítés. Már csak azért is, hogy legalább valami infóm legyen róla, hogyha nekem nem is sikerül elkezdenem most. Már pedig sanszos, hogy nem fog sikerülni, de mindegy. Most egyszer így jártam. Vagyis nem is lepődöm meg rajta, egyébként azon csodálkoztam volna, hogyha sikerült volna megcsinálni. Csak néztem egyet különben, hogy minthogyha nem erről lett volna szó, aztán rájöttem, hogy basszus, ez nem is az. Hú, majd ne felejtsek el még oda is visszamenni. Nehogy kimenjen a fejemből. Nagyon izgatott vagyok egyébként, hogy mi lesz a folytatása, mert arról nincs infóm, csak az, hogy nem a folytatást csináltam meg. Igazából ennyi az összinformáció, ami így a fejemben össze van rakva. És meg arra vagyok kíváncsi, hogy mennyit kell majd rohangálnom azért, hogy összeszedjem a Szent János bogarakat, akik világítják az utat. És talán egy kicsit az utat is menet közben bememorizálom, mert nem igazán akart megmaradni, hát tegnap rengeteg szerelt évettem. Ez katasztrófa. Mert odafelé még oké, okay. Azt most már úgy, ahogy tudom. De hogy még vissza is kell majd mennem? És minden ugyanúgy néz ki? Hát nem tudom. De mindegy. Na, mondj valamit nekem. Fénybe borul az ördög szoros. Oké. Okay. Hú, és hogyha ezt megcsinálom, akkor megvan a 24-es szint. Király. Most ide kell mennem. Legalábbis a jelek szerint. Aha, megvagy. Na, látjátok, legjobb taktika. Na most ez. A legjobb taktika, srácok. Álljatok egy helyben. A játék meg majd teszi a dolgát. Ennyi a tudnivaló. Oda is be kell mennem. Tehát mindig ugyanazokat kell csinálni? Mert hogy, mint hogyha úgy emlékeznék, hogy tegnap is ugyanezek voltak. Oké. Okay. Fénybe borul az ördög szoros. Jól van. Tehát akkor most már nincs más hátra, mint előre. Vissza kell menni. Csak már arra sem emlékszem, hogy hol jöttem be. Jó. Jó van, oké, lassan megtalálom ám itt a tájékozódási baromságaimat különben, csak odaig el kell jutni, hogy én fejbe összerakjam, hogy most hol vagyok, mert nagyon nehezen tájékozódom. Mint ahogy most látjátok is, hogy nehezen tájékozódom. Főleg, hogy sikerült eltévednem megint. Mert rossz helyen jöttem föl. Nem itt kellett volna. Igen, ezt rontottam el, ott kellett volna fölmennem. De most már tanultam belőle. És már ugyebár a feladat is készen van, szóval már csak le kell adni. Hát nekem nem rémlik, hogy itt kellett volna lejönnöm. Sokkal inkább ez rémlik, hogy erre. Aztán vagy megszívtam, vagy nem. Mondjuk, ha itt visszafordulunk, elvileg jó helyen járok, és akkor itt kell... Jó van, lassan összerakom, gyerekek! Na, térj vissza, és segíts életbe tartani amit életben kell. Szint növekedés! Ez az, gyerekek, megvan a 24-es szint. Mások már a 26-ot tapossák, de Szilvike legalább a 24-es szintet elérte. Nem baj, ne is törődjetek vele. Na, most viszont az a következő dolgunk, hogy el kell menni Evergreennek leadni a feladatot, illetve hogy ne felejtsem el, még föl kell vennem ott egy ilyen valamit, azt a rózsaszín szírszart. Azt még
Azt még el kell intéznem, és akkor elvileg kész is vagyok. Arra vagyok nagyon kíváncsi, hogy ez az X, vagyis ez a hírnév mennyiség, ez elég-e ahhoz, hogy folytassam a történetet, mert eddig úgy látom, hogy nem elég, tehát még azt a kettőt le kell adnom, az még plusz négy, hát nem tudom, mennyi hírnév pontot ad. Mert most az XP-t oké, tudom, hogy a karakter XP-re kapunk 200-at, de nem léphetsz be lóháton. Hát pedig én be akartam lépni lóháton. Cö! Milyen undokok ezek. Na, itt még elvileg nekem van egy... Ah, ott vagy. Ott vagy, meg vagy. Aha. Na, ez szebben nem is lehetett volna megcsinálni. Tehát, hogy ezt nekem találták ki, hogy én oda beleakadjak, mert miért ne? Egyébként nem tudom, hogy vagytok vele. Most így közelebbről megnéztem a kis gyönyörűséges szettemet, és azt kell mondjam, hogy én imádom. Azt hiszem, hogy megtaláltam az egyik kedvenc szettemet a játékban. Nagyon szeretem az ilyen együtteseket, ami így tényleg itemről itemre össze van állítva. Ez a következő Sexy Time-os videómban benne lesz. Na, jó van, nem ebbe is belemegyek. És nem. Na, Evergreynnek még van ott egy sárga karikája, mert még be kell kalibrálnunk itt a dolgokat, amit mindjárt meg is ejtek. És azt olvastam egyébként, hogy hogy 2-3 nap alatt össze lehet rakni ezeket a feladatokat. Tehát, hogyha 2-3 napon keresztül feljár az ember és megcsinálja ezeket a küldetéseket, elvileg kell lennie annyi hírnévpontnak, hogy megadja a folytatást. De hát én ebben nem vagyok biztos. Legkevésbé sem vagyok benne biztos. Na, 200 pontot kapunk. De hát... Kerekút gyógyítása. Na, hát most akkor megnézzük. Léci? Ez az! Ez az! Folytathatjuk! Na, srácok, hát akkor belevetjük magunkat, és akkor most már nem haragszom magamra, hogy egy okleveles idióta vagyok. Mert hogy? Sikerült! Sikerült, de legalább bevallom, hogy rosszul gondoltam azt, amit gondoltam. Viszont kérdés, hogy hol van Fripp? A Fort Maria könyvtára. Na, Filippino újabb kalandjai következnek, én meg lusta vagyok, úgyhogy így érkezem. Sötét problémák. Na, lássuk! Azt mondja, hogy léleklovasok, épp jókor jöttök. Tanulmányoztam a drakónium üzemanyag cellát, elgondolkoztam szív szavain és a káosz örvényéről, és rájöttem valamire. Mire? Hogy mostantól tangabugyit húzol tundrabugyi helyett? Attól tartok, a Dark Riderek valami hihetetlenül kockázatos célra használják az üzemanyag cellákat. Lehet, hogy azt a kaput építik, amelyen át Garnok bejuthat ebbe a világba. Akkor mit áldogálunk itt? Meg kell találnunk a fényszertartás könyvének elveszett lapjait. Mégpedig most! Még mielőtt a Dark Riderek csapata teljessé válik, és felépítik a kaput, amely rászabadítja Garnokot a világunkra. Nem, nekünk nem az a dolgunk, hogy egy ósdi poros könyv lapjait gyűjtögessük. Léleklovasok vagyunk, nekünk Jorvikot kell védelmeznünk. Alexnek igaza van, ki kell lovagolnunk, és el kell kezdenünk semlegesíteni a drakónium szállítmányokat, hogy megfékezzük a Dark Ridereket. Pontosan, Liza. A mesterkém azt mondja, folyamatosan rajta tartja a szemét néhány Jorvikon áthaladó drakónium szállítmányon. Ha mi 6 tan párokra oszlunk, megállíthatjuk a teherautókat. Váljunk szét és foglalkozzunk a teherautókkal párokban. Úgy nagyobb területet le tudunk fedni. És van egy papagájunk is, ugyanazt elmondod? Mi, én Ennel és Evergreyel megyek? Beatrice, úgy tűnik, veled leszek egy csapatban. A mi teherautónk fenn van a hegyekben, a Veldél-tónál. Készítek egy kaput, és seperc alatt ott leszünk. Jézusom, már megint egy beszívott csillagkapu. Azt hiányzik még az életemből. Na, jó van, induljunk. Oké, menjünk. Na, menjünk. Ó! Ó! Tudtam én, hogy ez a hely még lényeges lesz. Ott a teherautó. Gyorsan érjük utol és semlegesítsük a drakóniumot, hogy ne tudják használni. Jó. Imádom az új Concordot. Végre megint teljes a csapat. Egyébként szerintem már igazán érett a dolog. Amúgy elmentem mellette, akkor nem kellett valamit csinálnia, hiszen majd, hogy nem hozzáér.
Értem. Valahogy meg kell állítanunk a teherautót. Kockázatos, de esetleg használhatjuk a mágiánkat együtt, és megcélozhatjuk a kerekeit, hogy lelassítsuk. Ha jól időzítesz, megcélozhatod a kerekeket akkor, amikor azon a simább útszakaszon hajtanak át. Egy napkupolát hozok létre, amely segít majd a te mágiádat feltölteni, és a károkat kontroll alatt tartani. Hű. Napkör, téged hívlak, hogy fényszór mindarra, ami sötét. Na, jó van. Ó, értem. Várj eljelzésére, majd kattints a mágia körre, hogy bevesd az erődet. Most. Jó. De azt hittem legalább céloznom kell. Hát ez elég lassú autó. Megcsináltuk, már kezd is lassítani. Célozzunk meg egy másik kereket. Oké. Valami nagy... Ó. Jaj. Ja, hogy itt tele van ilyennel. Oké. Na, ezúttal próbáld meg többszörös mágia lökettel megcélozni. Oké. Jó. És az hogyan kell? Többször meg kell nyomni? Oké. Na, szerkezet, állj meg! Parancsolom, hogy állj meg! Ennek le kéne annyira lassítania a teherautót, hogy mi beérhessük. Jó. Tehát akkor magyarán... Húzzunk bele! De hogyha 2 percenként meg kell állni, az aló eleinte még tetszett, de most már nem tetszik annyira. Lassan a testen, léleklovasok! Elazultból mellény kell. Ketten vagyunk egy ellen, nincs esélyed. Én nem akarok harcolni, ti talán igen? Ha oda pörköltök neked... Ha oda pörkölök neked a napmágiámmal, vége is lesz a harcnak, még mielőtt elkezdődne. Ú, de vidám vagy. Te aztán felszívtad magad Pandóriában. Talán nem volt kényelmes a kristály? Ezt még megbánod? Jó van. Adj neki! Nem fenyegetőznék azzal, hogy bármit is megpörkölök, amikor egy drakónium szállítmány van a közelben. Különben is ez a harc nem kiegyenlített. Mi lenne, ha hirtelen duplán látnál? Vagy akár triplán? Öj. De jó. Persze, hogy engem borítanak fel. Ez csak illúzió, az erejét használja. Saját magát klónozta. Hát az erejét. Igazad van, nem hagyhatjuk, hogy elszabaduljon. Nem már, most visszamegyünk. Ember! De most... Most miért? Istenem! Most miért kell visszamennünk? Hát nem ezért jöttünk. En! Magyarázatot követelek! Tudni akarom, hogy mi van abban a hülye fejedben. Na! Nem enged beszélni. Ott van! Elkapom! Á, Istenem. Most mit csinálsz? A saját lovadat pörkölted meg. Igen. Új! Ez most mi? Nem hinném. Fenébe elhibáztam. Legalább a drakóniummal nincs több gondunk. Most mit mondjak? Ez veszélyes volt. Nem mondanám, az igazán szép munka az lett volna, ha Jessica nem tud meglógni. Megtetted, amit tudtál, csak ez számít. Köszönöm, kislány, örülök, hogy újra így lehetünk együtt. Ja, és ha azt találgatod, hová vitte volna a kapu a teherautót, egyszerűen a legsötétebb helyre gondoltam, amelyet ismerek, és oda nyitottam kaput. Tehát nagyon remélem, hogy leküldte Pandóriába, ahol majd nagyon jó helyen lesz, és ez okot ad a következő főtörténetre. Ez itt rohadjak meg, hogy így lesz. Térjünk vissza a könyvtárba, hogy megtudjuk, sikerült-e a többieknek ártalmatlanítani a többi teherautón szállított drakóniumot. Lovagolj a Fort Mariához és lép be a könyv. Most nem már! És visszafelé miért nem nyitsz nekem egy kaput? Istenem! Jó, akkor a könyvtárba találkozunk, srácok. Visszaszívtam, srácok! Tényleg volt egy kapu. Nem baj. Nem lényeges. Vagy itt kell maradnom? Vagy el kell mennem a könyvtárba teljesen be, oda a büdös fenébe? Fog el és semlegesíts egy drakónium szállítmányt. De... Most nem vissza kell mennem a könyvtárba? Vagy most nem értem. Hát ez a jó asszony eltűnt az éterben. Nem azt beszéltük meg, hogy ide kell jönni? Vagy csak nekem kell ide érni végre. Értem.
Remélem, jól ment a bevetés. Hát nem igazán. Minden a terv szerint, volt egy-két probléma, de megoldottuk. En majdnem oda pörkölt Jessica-nak. Hát volt egy-két probléma. Attól tartok, a Dark Riderek valami hihetetlenül kockázatos célra használják az üzemanyag cellákat. Jessica előbukkant a semmiből és megpróbált megállítani minket, de ennek ellenére sikerült semlegesítenünk a veszélyforrást. Flip és én ugyanígy futottunk össze Sabine-nal odakint a Mackófél szigeten, éppen hogy csak sikerült visszajutnunk a könyvtárba, mielőtt elkapott volna egy hadseregnyi Darkor nehéz fiú. Katya pedig velem is Alex-el szállt szembe, bizonyára őket jelölték ki a szállított drakónium üzemanyag cellák védelmére. Szóval mindennyi jótokat megtámadták a Dark Riderek az úton, amikor drakónium szállítmányok nyomába eredtetek. Ez hatalmas aggodalomra ad okot. Vajon ezt így tervezték? Talán a szállítmányok épp csalétekként szolgáltak, hogy szétválasszák a csapatot? Addig ti tovább szabotálhatjátok a Dark Riderek erőfeszítéseit a drakónium szállítmányok semlegesítésével. Beszélj Avalonnal, ha ezt a megbízatást akarod teljesíteni. Ma mindegyik őtök bátran harcolt Jorvik védelmében, de attól félek, a legrosszabb még hátra van. Hűha. Amikor az idő elérkezik, újra szükségem lesz rátok Jorvik védelméhez. Most úgy vélem, baljós felfedezést tettünk. Oké, tehát megint jöhet majd a sima mezei feladatozás. És még mindig nem tartok ott, ahol kellene tartanom. Zord, mi? A történetet egy elkövetkezendő frissítéssel hamarosan folytatjuk. Addig is tartsd edzésben a lovadat, és vegyél részt a napi versenyeken. Készülj fel a jövőbeli kalandokra, Jorvikon. Zordágra vergődni. Léleklovasok, gyertek ide! Meglepő dolgok történtek. Ó, 375 XP! Utazz az elfeledett mezőkre, és beszélj a frissen felnevelt életőrrel. Mint tudjátok, Avalon keményen dolgozik a Jorvik a Gigantika néven ismert nagykönyv lefordításán a könyvtár felső szintjén, sőt, néhányan részt is vettetek a fordítási munkában. Most, hogy egy egész fejezetet sikerült lefordítanunk és megfejtenünk a könyvből, egy vészjósló felfedezésre jutottunk. Hát igen, az életőr, amelyet felneveltetek, nem a barátunk, hanem egy független ügynök. Az mit jelent? A neve Zordág, és az olvasmányaink alapján úgy tűnik nem hűséges sem Édenhez, sem senki máshoz. Akkor viszont mi tartja vissza attól, hogy a valaboszorkányt támogassa, vagy ami még rosszabb, akár még a Dark Ridereket is? Egy romlott életőr. Elmehetünk hozzá, hogy beszéljünk vele, és meghallgassuk a mondani valóját? Pontosan ezt kell tennetek. Minden életőr köteles megfizetni a tartozását, akár Éden oldalánál, akár nem. Mivel ezt a drága fát ti neveltétek, van rá esély, hogy megbízik bennetek. Az életőrök többet látnak, mint mi. Így talán meg lehet őt győzni, hogy ossza meg velünk a tudását a Dark Riderektől, a káosz örvényéről, sőt, akár garnokról is. Meg lesz. Lovagoljunk ki az elfeledett mezőkre, és hallgassuk meg, mit mond nekünk Zordák. Hát, amúgy tökre örülök, hogy megint velem kell, hogy tartsál. Ez hiányzott az életemből, komolyan mondom, hogy te még itt hisztériázzál nekem. Oh! Jaj, de... Jaj... Tudjátok mit? Inkább... Inkább megoldom máshogy az odajutást. Tudom, maximálisan tisztában vagyok vele, hogy egyszerűbb lett volna átjönnöm az ördögszoroson, de sokkal tovább elszórakoztam volna, úgyhogy inkább lószállítóztam. Na! Földbe fagyott őrző, segíts! Emberek jönnek. Igen, itt vagyunk, remélem nem baj. Ti hallotok engem? Láttok engem? Különös. A ti fajtátok időtlen idők óta nem vesz észre. Azért jöttünk, hogy feltegyünk neked néhány kérdést. Nem alacsonyodom le odáig, hogy egyszerű halandókkal beszéljek. Kezdjük ott, hogy a ti fajtátok vágott ki. Aztán évszázadokra meg is feledkeztetek a létezésemről. Ja, ez a hála azért, hogy fölneveltünk? Mi nem felejtettünk el téged, nem is vágtunk ki. Sőt, mi segítettünk újra felnőnöd. Valóban? Nos, akkor bizonyítsátok be. Mi a nevem? A neved Zordág. Mi? Igen. Szóval tényleg ti állítottatok helyre. Én pedig viszonzásul megmentettelek titeket az ördögszorosban a gyökereimmel, és segítettem nektek visszavonulni a káosz örvény elől. Az te voltál? Köszönjük. Nem tudom, hogyan jutottunk volna ki nélküled. Most quittek vagyunk. Egy életőr mindig megfizeti a tartozását, és ezt másoktól is elvárja. Azért jöttetek, hogy kérdezzetek tőlem valamit. Már nem sok türelmem maradt, úgyhogy bölcsen válasszátok meg a kérdést, mert nem fogok az összesre válaszolni.
Bölcsen kell megválaszolnom a kérdést, mert Zordán nem fog az összesen. Jó. Azt akarom kérdezni, beszéljünk a kerekútról, milyen kapcsolatban vagy a többi életőrrel, aggasztom, ami egész idő alatt, magkorodban is öntudatodnál volt. Hát most mit mondjak? Hát... Hát kérdezzük az életőrt akkor. Gyökértestvéreim talán mérföldekre vannak tőlem a föld fölött, de a föld alatt gyökereink egybefolyódnak. Egybefonódnak, bocsánat. Mindent látunk, mindent hallunk, mindent tudunk. Tér és idő maradéktalanul egybeolvad. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mindig mindenben egyetértek a többi életőrrel. Talán minden ember ugyanazt az utat járja. Csak mert mind fák vagyunk, még nem feltétlenül egyeznek a céljaink. Ez ugyanígy van nálatok embereknél is. Léleklovasoknál és Darkridereknél egyaránt. Ennyit mondok, mert van olyan tudás, amelyet csak mi bírunk elhordozni. Beszélj nekünk a kerekútról. Hát, kerekút. A kerekút, ahogy ti emberek nevezitek, egy hatalmas gyökérhálózat, amely a ti világotok és Pandória birodalma közötti hézagokban található. Az összes életőr, más néven ős vagy gyökerei itt kapcsolódnak egyetlen egységgé és kommunikálnak egymással. A kerekút Jorvik hajnala óta létezik, amikor Éden elültette az életőr magokat szerte a szigeten, hogy védelmezzék és táplálják a földet, és hogy őrt álljanak a sötét erőkkel szemben. De a világ többé nem fekete és fehér, mint valaha. Végül is minden fény mögött ott lappang az árnyék, így aztán néhányan közülünk saját utat választanak. A druidák talán megvetik a döntésemet, hogy elhagytam Édent, de megvan rá az okom. Aggaszt valami? Ha kíváncsi vagyok. Valami rossz indulatú emészti a kerekutat. Előző ébrenlétem alatt még nem volt itt, de most már jelen van egy ideje. Elszívja a drága hálózatunk erejét, rothasztja gyökereinket, fertőzi átjáróinkat. Lassan kioltja Éden fényét. De hol van? Ott, belegabolyodva a tüske áristomba. Hű, a ti fajtátok teljes ellentéte. Ha egyszer kiszabadul, pusztulást hoz mindenre. Vigyázzatok! Valami más is van a kerekút határain túl. Nem itt, hanem valahol, ahol egy lélek sem érheti el. Sötét erők munkálkodnak, valami nagy szabásút építenek. Oké, tehát szóval az összes kérdést föl lehet tenni, tehát tök fölöslegesen agyaltam és stresszeltem, hogy úristen, most melyiket válasszam, mert csak egy opció ne van. Érdekes kérdés, bár erről talán máskor mesélek. Elég annyit tudnod, hogy mindent láttam. Egyességeket kötöttem boszorkányokkal és druidákkal, és láttam, ahogy elbuknak, mint mindig. Igen, én végigéltem azt, amit ti emberek úgy hívtok, történelem. Számomra ezek csak apró felvillanások az időben. Nem válaszolok több kérdésre. Most hagyjatok pihenni, el akarom érni gyökértestvéreimet. Zordág, inkább morcág. A viccet félretéve a gonosz, amely szerinte a kerekutat mérgezi, a negyedik Dark Rider, ugye? Nincs más magyarázat, és amit arról mondott, hogy sötét erők építenek valamit, megerősíti Fripp gyanúját, hogy a Dark Riderek kaput építenek Garnok kiszabadítására. Vissza kell térnünk a druidákhoz a hírrel. Ó, édes Istenem, most megint vissza kell mennem. Most, Istenem. És vissza kell menni megint oda. Nem hiszem el. Na jó, srácok, egy vágás, és itt vagyok megint. Na, srácok! A negyedik Dark Rider ismeretlen hely a Tüske Áriston fogságában van. Folytatnunk kell a kerekút felfedezését, hogy kiterítsük, van-e két hely között bármilyen kapcsolat. Jó. Oké. A következő lépéseinket gondosan kell megválasztanunk. Egy rossz lépés is az erő törékeny egyensúlya felborul, mindannyiunkat káoszba és viszálykodásba taszítva. Jaha. Oké. Híreket kaptunk. Mesterként mókusai három drakónium szállítmányról számoltak be, amelyeket a Darkor összehangolt módon egyszerre hagy őrizetlenül Jorvik különböző pontjain. Kitalálom, az egyik az délpatán lesz. Ez valóban aggodalomra ad okot. Mindannyian tudjuk, hogy ha nem sietünk megvédeni az ércet az elemektől, elveszíti a stabilitását, ami egyet jelent a katasztrófával. Jó. Akkor mire várunk még? Menjünk és vessünk véget ennek az egésznek. Várjunk! Ne hamarkodjuk el a dolgokat. Mi van, ha ez megint csak csapda, mint legutóbb? Ha így van, akkor sem várhatunk ölbetett kézzel. A drakóniumot el kell intéznünk, nem hagyhatjuk, hogy csapdába csaljanak, mindkét oldalt értem. Hát a drakóniumot el kell intéznünk.
Mindenki, hagyjátok abba! Pont ezt akarják a Darkriderek, hogy éket verjenek közénk, és elkezdjünk egymásban kételkedni. Ja, Istenem. Alexnek igaza van, bármilyen döntést is hozunk, közös döntésnek kell lennie. Mi lenne, ha szétválnánk, és kettesével semlegesítenénk a magukra hagyott szállítmányokat? Sok lót, disznót győz. Igaz, plusz 3 szállítmány van, mi meg épp 6-an vagyunk. Kapukat nyithatnék, hogy közvetlenül a magára hagyott drakóniumhoz vigyenek minket. Biztos vagy benne, hogy ez jó ötlet, Napsugár? Az a sok-sok kapucsinálást jelent. Nem akarjuk, hogy kifáraz magad. Igazad van, nem kellene. Bár Concordal most már minden képességünket használni tudjuk, de akkor is tartalékolni kell az erőnket arra az esetre, ha valami szörnyűség várna ott ránk. Ha senkinek nincs több ellenvetése, én azt mondanám, hogy van egy tervünk. Egy, jaj! Csak az a kérdés, hogy ki fogja őrizni a Fort Mariát, ha esetleg a Dark Riderek vagy a Dark Core megpróbálja megtámadni. Itt jövünk mi a képbe. Mi tartjuk a frontot, igaz? Avalon. Minden bizonnyal. Valaha nagy ökölharcos voltam. Nincs ellenemre egy kis közelharc, ha arról lenne szó. Hát, gondolom erre nem kerül majd sor. Csodálatos. Léleklovasok, amikor készen álltok, álljatok párba és induljunk is. A drakónium szállítmányok a Roncsparton, Délpatán és Grindel erdejében találhatok. Látjátok, mondtam, hogy Délpatán is lesz. Na, oké. Okay. Menjünk. Induljunk. Beatrice, remek csapatot alkotunk mi ketten. Az úti célunk Délpata, az életőrfa. Lovagolj előre, majd ott találkozunk. Ó, édes jó Istenem, akkor egy öltés itt, egy vágás pedig ott. Ha tehetek egy javaslatot, én most megint szokásom, hogy szíven lószállító vagy jöttem, de lehet, hogy ha nektek sokáig tölt, mert hál' Istennek nekem nem szokott olyan sokáig, de ha sokáig homokúrázik, akkor inkább gyertek simán, mert egyébként nem egy nagy táv, csak én lusta vagyok. Na, Fripp, segíts! Ó, Beatrice, hát megérkeztél. Mielőtt neki kezdenénk, hadd osszam meg a gondolataimat, amelyek az éneklő tiszafa ágai alatti várakozás során támadtak. A sok életem folyamán újra látom, amiket már láttam azelőtt. Ugyanazok a nevek, arcok, történetek, minták, de a mostani életem során van, ami nincs rendjén. A tudatom határmesdjéjén egyfajta energiát érzek, olyat, amilyennel még soha nem találkoztam azelőtt. Mit mondjak? Jó energiát vagy rosszat, de mit tehetnénk ezzel kapcsolatban? Na, jó vagy rossz? Nem vagyok biztos benne. Ez az energia zűrzavaros. Csupán az erő ide-oda lengő ingáját látom előre, ahogy mindkét oldal előre lép a sötétség és a fény háborújában. Hanem nincs sok értelme, hogy kusza gondolataimmal untassalak. Vizsgáljuk meg azt, amiért ide jöttünk. Elég szokatlan, hogy ilyen helyen hagyják a drakóniumot. Ezek a szállítmányok fontosak a Dark Core számára. Vajon mire készültek vele? Így vagy úgy sietnünk kell, semlegesítsük az ércet. Nos, ez nem egészen működött. Nézzük meg közelebbről, talán az segít. Na, srácok, én kikapcsolom ezt a havat, mert engem itt csak zavar. Úgyhogy... Most... oké? Okay. Ah, oké, okay. Jó, szupi. Itt van. Hát ebben csak víz van. Ja, értem. Tehát, hogy csak meg kell nézni. Egyébként, hogyha nem akarjátok, hogy homokórázzon, akkor nézzetek bele, mert hogyha ilyen víz vagy mi a tök van benne, akkor... Vagy éppenséggel semmi, akkor nem fontos végigfuttatni ezt a keresést, csak amiben találunk valamit. Szerintem, de majd mindjárt kiderül. Mindjárt megtudjuk. Hopp! Ah, itt az utolsó. Hát ebben sincsen semmi, akkor lehet nem is találunk semmit. Sanszos. Ez nem lehet, a tartályok üresek. Ez csak egyet jelenthet. Trükk volt, csupán csapda, hogy szétszakítsanak minket, ahogy Liza megjósolta. Jó van. Hát jó van, akkor menjünk és segítsünk. Erre számíthattunk, de túl nagy volt a kockázat, hogy a drakónium mégiscsak valódi, így nem tétlenkedhettünk. Oké. Okay. Muszáj távoznom. Jorvik elkötelezett védelmezőjeként az én kötelességem ennek a törékeny világnak az egyensúlyát biztosítani. Keresd meg a többi léleklovast és gyűjjetek össze. Bízom benned, Beatrice. Jorvik jövője nehezedik a válladra. Oké. Okay. És te most mit csinálsz? Hát ez gyors volt. Jól itt hagyott. De jó! Most mi ez? Az a rúnakő a földből jött elő. A rovások biztos a közelben lesznek elrejtve. Meg kell találnom őket.
Aha, szóval ezeket kell keresnem. De nem ez kell nekem, hanem a többi. Nem. Nem ez kell. Azt hiszem ez kell. Itt van az egyik, de még többet kell találnom. Vigyázz a nem odaülő rovásokkal. Próbáld újra. Oké, tehát akkor ez egyszer megvan. Hát, így jó van. Most így ez eltart majd egy darabig, hogyha... Jó, most legalább először feltérképezem, hogy mi hol van. Aztán most meg mindjárt megnézem, hogy pontosan mi kell még. Az megvan, egy kör alakú kell, meg egy Y, aminek két oldalt lenn, még van kettő ilyen kis vonalkája. Meg az az örvényszerű, de azt hiszem, hogy itt volt ez az Y. Ez lesz az, igen. Itt van az egyik. És még többet kell találni. Én nem láttam ezt a... aha. Jó, meg lesz, megoldom. Megoldom. Itt van. Itt van. Itt van. Oké. Ez az összes rovás. Most azért remélem nem most nyitom ki a kaput, amint Garnok kiszabadul. Most már meg tudom fejteni a titkos üzenetet. Veldél falu nagy veszélyben, sürgős segítségkel. Beatrice, hol még mindig itt vagy? Haver, hogy mennyire örülünk, hogy látunk. Na, szóval te is megkaptad a vészjelzést, mi? Egy rúnakő emelkedett ki a földből, nem sokkal azután, hogy Alexel megérkeztünk az elhagyott drakóniumhoz. Amíg én a szállítmánnyal foglalkoztam, ő megfejtette az üzenetet. Mire megfejtettem, rájöttünk, hogy a drakónium csak álca. Aztán kiokoskodtuk, hogy ennek az egésznek tuti köze van egymáshoz. Úgyhogy amilyen gyorsan csak tudtunk, ide lovagoltunk, és reméltük, hogy még elkapunk téged, meg Frippet. Gondolom szokás szerint valami más világi látomást látott, és elsietett, hogy megakadályozza a világ végét. Nem tévedsz nagyot. Trianon mesélte, hogy a druidák a tábortűz körül arról regéltek, hogy a sötétebb időkben rúnakövekkel küldtek üzeneteket egymásnak. Lehet, hogy ez nem csak kitaláció. Szóval valami ehhez hasonló már történt valamikor? Az emlékeim lassan visszatérnek, de csak részletekben. Bonyolult ez, kis hugom. Már azóta nem voltam tanúja annak, hogy egy ilyen vészjelzést küldtek volna a druidák, mióta... Nos, már nagyon régóta nem. Ez csak a végítélet hírnöke lehet. Húha. És most? Muszáj valamit tennünk. Készüljünk fel és lovagoljunk. Jó, hova? Ha készen állsz, induljunk el Veldél falu felé. Fel kell készülnünk, bármi is várjon ott ránk. Jó van, de remélem... hol van ez? Rögtön az elején. Na, akkor én szokásomhoz híven hazaszállítózok, onnan viszont már nem megyek sehova, hanem elnyargalok. Még az a leg... az a legkézenfekvőbb egyébként. Hú, hát nem tudom, eddig nagyon érdekesnek tűnik a történet. És nagyon izgalmasnak. És hallottam legendákat erről az új Dark Riderről. Úgyhogy, ha van esetleg valami információtok, akkor mondom még egyszer, hogy teória áradat videót tervezek, ezért ne tartsátok magatokban a véleményeteket. Írjátok meg mindenképpen a beatrice.nightbrook@gmail.com-ra, hogy videót készíthessek róla, mert már csak az anyagot kell összeszednem hozzá. És hogyha elég anyag összegyűlik, akkor már össze is rakom a videót, ha minden jól megy. Úgyhogy, ha bármi ezzel kapcsolatos teóriát esetleg így tudtok regélni, akkor mindenképpen mondjátok el. Na! Maradj a bokrok közelében és légy csendben, nem láttak meg minket. Pont ettől tartottunk. A Dark Riderek itt vannak, és úgy tűnik erősítést is hoztak. Hűha. Ajaj. Helyen egy lépés sem tehettek Veldél falu felé. Hogy micsoda? Átmegyünk, és semmit nem tehetsz ellene. Megpróbálhatsz megállítani minket, persze, de aztán nem minket okolj, ha rosszul süled. Viccesz? Már megint a drakóniummal kell szórakoznunk? Nincs új trükk a tarsolyotokban? Fogd be, te henészlány! Szívesen elhúzom a nótátokat a temetéseteken, miután felrobban a drakónium. Hát akkor ti is elpatkoltok. Szívesebben hallgatnék macska zenét. Na, takarodjatok, vagy mit akarítunk el titeket. Ó, igen? Te meg a hadsereged? Mert mi magunkkal hoztuk a miénket. Hold mágia vezess.
Jézusom, fékezd magad, a drakónium könnyen robban, emlékszel? Ha túl sok a mágia, földig perzseli a szeretett hollóerdőtöket. Talán a te csapongó mágiád igen, de nem az enyém. Na. Igen, megfulladok ám. Azt a... Még sosem láttam Lindát ilyen dühösnek. Jessica és Kátya bolondok, hogy alábecsülik. Gyorsan kell cselekednünk, amíg mi vagyunk előnyben. Gondolkozz, mit tehetnénk? Oda megyek és segítek Lindának és Lizának, elvonhatom a Dark Riderek figyelmét és elcsalhatom őket. Talán észérvekkel tudok Kátyára és Jessica-ra hagyni. Jó, azért ne haragudjatok, de szerintem mindannyian tudjuk, hogy mi lesz majd. Úgyhogy valószínűleg nekem kell elterelni őket. Nem! Na, nem mintha a te ötleted nem lenne jó, de legutóbb egyedül maradtál a Dark Riderekkel és a Drakóniummal, és egyedül kellett egy nehéz döntést meghoznod. Az egyáltalán nem volt fair. Ezúttal más a helyzet, nem kell egyedül meghoznod azt a döntést. Együtt vagyunk. Alexnek igaza van, és azt hiszem tudom is a megoldást a problémánkra. Kockázatos, és korábban soha nem csináltam még ilyet, de ha sikerül, akkor tényleg megéri. Volt egy erő, amit tanulmányoztam, mielőtt a tanulmányaim megszakadtak. Csak nagyon kevés lélekkövas sajátította el a technikáját, de abszolút lehetséges egy olyan fekete lyukszerű kaput létrehozni, amely mindent beszippant a közelében. Ha sikerülne, a drakónium többé nem jelentene gondot. Már hallottam erről. Nem, már csináltam is. Egy előző életemben egy előző léleklovassal. Egy kapu egy haldokló nap gravitációs erejével. Mi delejes űrnek hívtuk. Őrültem veszélyesnek hangzik. Vágjunk bele! Végül is. Beatrice, te meg Anne hívjátok be a napkör elejét, hogy közösen nyissátok meg a delejes űrt. Úgy még erősebb lesz. Most mit mondja? Kockázatosnak tűnik. Tegyük helyre a Dark Ridereket. Hát mit tudom én. Ez a beszéd. Ha ezt a magabiztosságot átvisszük a mágiánkba, Jessica-nak és Kátyának fogalmuk sem lesz, mi érte őket. Lehet, hogy megbánom, ha megkérdezem, de muszáj. Hova megy mindaz a cucc, amit bevisz a delejes űr? Léci, nem mondd azt, hogy Pandóriába. Ha, nem. A delejes űr mindent oda küld vissza, ahová tartozik. Nem tudjuk befolyásolni, hová megy, de ne aggódj, az egyensúly mindig helyre áll. Jézusom. Csak nehogy az legyen, hogy beküldjük őket a fekete lyukba, és visszajönnek ezzel a negyedik lélek vagy a sötét lovassal. Fogalmuk sincs, hogy mi vár rájuk. Jó, ne dumáljál már, akarom csinálni! Igen, készen vagyunk. Ha körbe lovagolsz és begyűjtöd a napeszencia részecskéit, én össze tudom őket terelni, hogy megnyissák a delejes űrt. De vigyázz, a napeszencia részecskéi apró napviharokat hoznak létre, amelyek megsebesíthetnek. Próbáld meg elkerülni őket. Na! Oké. Okay. Egy megvan. Kettő megvan. Három. Uha. Négy. Öt. Mennyit kell összeszedni? Öt. Működik! Még. Még tovább. Na. Irány surány. Egy megvan. Még egy. Meg még egy. Így is, így is. Ó! Most mit, miben álltam meg? Na mindegy, engedjük el a dolgot. Oké. Na nem menj már be a földbe! Na. Még ne állj le. Hát akkor adjál mit összeszedni. Már így nem olyan egyszerű. Hát de... Az Isten áldjon meg. És meg kell várnom, amíg teljesen leér? De induljál már, hát... Igaz. Oké. Ez kettő. Három. Húha. Nehéz lesz. Négy. Valahonnan kéne még egyet kukázni. Akkor még egyet. Ez eddig egyre izgalmasabb amúgy. Kíváncsi vagyok, hogy mit fogunk kihozni belőle különben, mert jelenleg semmi olyan nem jut eszembe, ami... Úristen, mekkora ez a cucc. Hát ez hülye, ez minket is beszippant. Egyébként hadd rakjam már vissza a havat. Ez most így jónak tűnik. Na! Megcsináltuk! Úgy tűnik, Concord most már minden olyan, mint régen. Jó, igen. Valamit rosszul csináltunk? Semmi nem történik. De jó.
Szemet szemért. Például mi van itt? Igen. Ó! Az olajfúró. Csak nem ide nyitotta a fekete lyukat. Te jó Isten, gyere le. remélem felrobbantja. Na! Nagyon jó. Hogy? Fussatok, bolondok! Fussatok! Ez vicces volt. Ez az lángokban áll az egész. Hú, szilveszter van, tűzijáték! Működött! Érzékelte valamelyik kötök, vajon hova ment a drakónium? Valami lökés hullámot éreztem, mintha lett volna valahol egy hatalmas robbanás, de nem tudom hol. Még nem tudom megmondani, csak annyit tudok, hogy az anyag visszatért oda, ahová tartozik. Ez a te műved volt? Ó, hát persze, hogy Von Blissen is itt van. Ha te meg az a minden lében kanál lovad nem lettetek volna, itt sikerült volna. Megbuktatok és újra meg fogtok bukni. Csak a szárgyjárdetettek nincsenek mögötte. Hagyd abba, biztos tudnánk békében együtt élni. Hát, nyilván. Hiába próbálkozol ezzel a fagyos személyiséggel, az azért szortom. Csak várjátok ki a végét, tényleg lovasok. Amikor Garnok felemelkedik, megfizettek ezért. Na, jó van. Amikor Garnok felemelkedik, hajót kell bérelnetek, hogy kihalásszátok. Ha csak nem akarjátok úgy végezni, mint Nimein tábornok az unisztriai lovagok 24. kötetében, adjátok fel. Micsoda? Léci, ne magyarázd el, van más dolgunk is. Kátya, csináld a dolgodat. Végre, már kezdtem unni ezt a sok locsogást. Csá! Igen? És most? Most mi lesz? Utánuk kéne mennünk. Én tudok úszni. Sztársány, komolyan beszélsz? Meg amúgy is vissza kell nyernünk az erőnket. Nem tudom, mi történt, de ez volt a legerőteljesebb léleklovas mágia, amit valaha is láttam. Lányok, megmentettétek a Hollowerdőt, Veldél falut, a druidákat, hát és persze minket is, egy nyilvánvaló. De hiszen csak egy kis delejes űr volt, amit M meg Beatrice megnyitottak. Végül hova küldtétek azt a sok drakóniumot? Én... az... mi? Egy pillanat. Bocsánat, de annyit pofáztam, hogy... Hurutka fölmászott a torkon még, és most itt kapar. Nyugi, ilyen mély levegő, rendben leszel. Mi van? Jobban érzed magad? Mit próbáltál mondani? Most már van egy ötletem, hova küldhette a delejes űr a drakóniumot. Fel kell mennünk egy magaslatra, hogy megtekinthessük a munkánk gyümölcsét. Ajaj. Csak nem oda fel kell mászni, oda, de oda. Jó, srácok, akkor vágok egyet, és ott találkozunk. Most, ha meglátjuk a drakónium szállítmány füstölését a Darkor telepen, akkor lepetézek. Mi történt itt? És mi van? Igen? És mit keressünk? Ott kell valahol lennie a látóhatáron. Linda, nálad van a távcsöved? Természetesen. Hadd vegyem ki Meteor nyeregtáskájából, és megnézhetjük. Vegyél ki egy almát is nekem, ha már ott vagy. Az olajfúró megsemmisült. Mit tettünk? De hol az olaj? Olajnak kellene folynia a vízben. Most, hogy belegondolok, ti láttatok vagy hallottatok ott bármilyen olajfúrást valaha is? Mert én aztán nem. Az olajfúró biztos csak álca volt, hogy elfeledjék vele a Darkor gonosz terveit. Elfedjék, bocsánat. Logikus. És most már nincs többé. Mindazok után, amit velem tettek, rossz, hogy megkönnyebbülést érzek? Vagy amit tettünk, jogos volt? Megöltük a Darkor gazembereit, hála az égnek nincsenek többé gazemberek. Na, ha megöltük? Nem, az nem lehetséges, mert ide hallgass, ha a gazemberek miatt aggódsz, akkor beszélj Big Bonnie-val. Jobban el tudja magyarázni, mint én, hogy mi nem öltünk meg senkit. Bajba kerülünk, hogy ezt tettük? Mi lesz, ha börtönbe küldenek? Az egyetlen börtön, amelyikbe elküldhetnek, a druida börtön, mert az őrzők aztán be fognak pöccenni. Nem, gondolj csak bele, meg fognak könnyebbülni. Már régóta be kellett volna, hogy következzen, és ha szerencsénk van, a kapu is ott volt, amit Garnok kiszabadítására építettek. Mi a helyzet Mr. Senzel? Lehet, hogy bajba kerülünk, ha az olajfúróval együtt ő is bedőlt? Csak nem háborút indítottunk. Nem, szerintem épp, hogy véget vetünk neki. Hát, én most már semmit nem értek. Most mi van? Nos, nincs idő a pihenésre. Elmegyek, hogy átadjam a hírt a druidáknak. Ti lányok, menjetek csak, majd később találkozunk.
A végkezdete, de jó! Hurrá! Asztalosabb, mi van itt? Mi ez? Szabad erdő akar lenni? Aha! Ki ez? Ki vagy? Rossz híreket hozunk. A léleklovasok megakadályozták Veldél falu tervezett elpusztítását. És a drakónium... Nem tudtuk megállítani őket. Az olajfúróhoz küldték. Csak ennyit tudtok mondani? Szánalmas! A ti kudarcaitok miatt nem csak a főhadiszállásunknak, de a kapu építésének is annyi. És te mégis hol voltál, miközben mindez történt? Csak malmoztál meg az új játékoddal, babráltál? Elég! Ó! Az olajfúró elvesztése csupán kis áldozat azért, hogy a léleklovasok azt higgyék, egy lépéssel előttünk járnak. A hadalkaput, amely rászabadítja Garnokot erre a világra, még újjáépíthetjük. Hű, na mi van? Torka lapácsa is megjelent. A végzet megváltoztatására tett minden kísérletünk hiába való. A győzelmünk megvan írva a sorskönyvében. Az árnyékban várakoztunk türelmesen egészen addig, amíg el nem érkezett a megfelelő pillanat a tervünk megvalósítására. Ez a pillanat most itt van. Kezdj bele, Malumi tábornok! Mi van? Malumi tábornok. Ez kemény. Na, mi van itt? Kivágja a fát? Nem áll. Hát Mr. Szenzetesen már meganimálhatnák normálisan egyébként. Mi ez? Hello! Na csak nem megjött a negyedik Dark Rider. És de? Cicás Tasi! Ő lesz Cicás Tasi. Hűha. És itt lesz vége, mi? Kelj fel, Erissa, Dark Rider, és szabadítsd rá dühödet ellenségeinkre. A káosz ügynöke udvőre ebben a világban. Most, hogy mindannyian itt vagyunk, kezdetét veheti a Dark Riderek kora. A mai nap a léleklovasok végének kezdetét jelenti. De jó, és itt akkor vége is a dalnak, mi? Ez remek. Nincsen valami történetünk, folytatódik, vagy ilyesmi. Valami. Azt a mindenit. Hát srácok! Srácok, ez nagyon markáns, nagyon markáns, nagyon jól meg van csinálva. Kissé félelmetes, és most komolyan írjátok meg, hogy szerintetek mi lesz a következő. Én már annyira kíváncsi vagyok, és nagyon remélem, hogy nem kell majd éveket várnunk megint egy folytatásra, mert ez valami eszméletlen jó. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit talál még ki a játék, mert ez nagyon izgalmas a sikeredet. Kicsit hosszú lett a videó, tudom, de hát látjátok, hogy azért eléggé eseménydús volt, és amit tudtam, így is próbáltam kiszedni nektek, hogy ne untassalak benneteket. De ez valami fantasztikus. Írjátok meg, hogy mi a véleményetek, és hogy ti hol tartotok a főküldetésben, és szerintetek hogy fog folytatódni. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, minden kommentet elolvasok, megnézek, csak írjátok meg, rettentően érdekelne, hogy milyen folytatásokat tudtok még ennek kitalálni. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, meg arra is kíváncsi vagyok, hogy mikor lesz ennek folytatása. Na, hát elég sok XP-t sikerült egyébként összegyűjteni. Gyakorlatilag 9400 XP-vel kezdtem, tehát az azt jelenti, hogy körülbelül 3000 XP-t gyűjtöttünk össze ez alatt a küldetés sorozat alatt, de ugye ebben még benne vannak a könyvtáras kalandok, nem csak simán ez a fő küldetés. Jaj, hát a jó dolgokra megéri várni, erre is megérte egyébként, de jesszus, én nagyon izgatott vagyok, úgyhogy nagyon remélem, hogy minél hamarabb jön folytatás, de addig is mindenképpen írjátok meg. Na, srácok, én mára elköszönök tőletek, köszönöm, hogy velem tartottatok, most már leszállok rólatok, így a történet tekintetében is. További szép napot kívánok nektek, és szombaton találkozunk egy élőadásba. Sziasztok!